Az elmúlt időszakban sokat kell beszélnünk az inflációról, az Orbán inflációról, hiszen ez az, ami tönkre fogja lassan tenni az országot. Több mint egy éve mi is hónapról hónapra elmondjuk, hogy már megint nőttek az árak a magyar embereknek, megint nehezebb a bevásárlás és a megélhetés, megint egyre többeknek kell nélkülöznie az országba. Az új adatok szerint ráadásul még márciusban is számtalan terméknek gyorsult a drágulása, ugye ezt nevezzük inflációnak, és ez még az elemzőket is meglepte. Az elemzők is azt mondták, hogy ilyen mértékű orbáni infláció Európában sincs. A legtöbb terméknek több mint a kétszeresére nőtt az ára az elmúlt két évben, köztük természetesen a kenyéré, a vajé, a trapista sajté, a tejtermékeké, de kapaszkodjon meg államtitkár úr, még a spagettié is. Államtitkár úr, ott tartunk, hogy a 21. század Magyarországán maguk miatt ma már luxus a vajas kenyér is. És sajnos jutott márciusra egyéb más újdonság is. Például az, hogy az alapvető élelmiszerek mellett az édességet és az üdítő italokat is elérte az orbáni infláció. De drágult a tévé előfizetés, a telefon és az internet, vagyis már nincs az életnek olyan szeglete Magyarországon, amit önök ne drágítottak volna meg megfizethetetlenül. És az égszerelmére kérem, ne mutogassanak másra, mert erről kizárólag az ön főnöke Orbán Viktor tehet. Az orbáni inflációért egyedül Orbán Viktor tehet, Orbán miatt, önök miatt élünk rosszabbul. Egész Európában magasan nálunk a legnagyobb az infláció, a drágulás, sőt még a háború sújtotta Ukrajnában sem látunk hasonlót.